Fabian Fable, Csontfuvola, hetedik rész. Daniel Bellock. Mit ér a szerencse, ha elfogyott a szivar? P. Howard. Red Saxon nem tartózkodik kacsalában forgó kotorékában. Futurisztikus, milliójű fogorvosi rendelőjében sem járunk szerencsével. A doktor urat elhívták, közli az asszisztensnő, hangjában a távol lévőnek szóló, mélyen átérzett alázattal. Beteghez? Csodálkozik Steve. Házhoz is kijár? Van mobil tömőgépe? Fúr, töm, ideget öl, gyökérkezel a nappaliban? Jó tudni. Hova ment? Kérdezem. A ceruzabél alkatú 40-es nő finoman vállat von. Fehér cipőt, nadrágot, tunikát visel, haja fehér szőke. Mozgása, mosolya, kifutóra illő. A doktor úr magánügyben sietett el, váratlan probléma miatt. Azt mondta, egy óra múlva itt lesz. Mi a panaszuk? Steve beakasztja a mutatóujját a szájába, ugye a negyedik tépőfog a magasában, másik kezével oda mutogat. Esküszöm, előfölön, esküszöm, magyarázza. A tapasztalt asszisztensnő megértően bólogat. Kérem, foglaljanak helyet, a doktor úr egy óra múlva itt lesz. Mikor ment el? Firtatom. A modellfinom nő a kar órájára pillant, kiszámolgatja a választ, ám mire végez a művelettel rájön, hogy becsapós kérdést kapott. Rosszallóan felén billegeti a mutatóujját. Fránya ember maga, majdnem csőbe húzott. A doktor úr csak pár perce ment el. A várószobában ücsörgő, mézsápat páciensek némelyike köhögő rohamot kap, a többiek fintorognak. Eszerint a fogdokit legalább egy órája elszólította magángondja. Steve a kijárat felé hátrál, titokzatos kékségű szemét a légies asszisztensre meresztve, heves kisztihandozás közepette, kirákol a rendelőből. Az utcán megtorpanunk. Visszanézünk a résztáblás épületre. Magas, kortalan, kedves arcú nő érinti meg a karomat. Rólam Delgádóra pillant, kezét is áthelyezi társam könyökére. Na igen, rajtam meglátszik a feleség, két gyerek. Nyilván az is, hogy buzog bennem az abomorfin, a hűséghormon. Uraim, most jönnének először Saxon doktorhoz? Firtatja. Septében a háta mögé néz, onnan az épület ablakaira, akár egy összeesküvő. Ha tanácsolhatom, menjenek inkább másik fogorvoshoz. Steve megszorítja a nők kezét a karján, felcsillantja szomorkás mosolyát. Dob egyet, tarkócofiám. Vihar gyorsan gyógyul, már is csábereje birtokában van. Na de miért? Mi a baj Saxonnal? Kérdezi. Nos, ő egy korosodó férfiú. Ki nem az? Még plasztikai műtét közben is öregszünk. Na de ő úgy tudja, hogy a macsóság sármos, ezért ráerősített erre a vonalra. Úgy is mondhatnám persze, hogy bunkó a modra. Na, szóval Furkó Red életkorát tekintve a záródó kapuban toporog, illetve a szabatosabb akarnék lenni, inkább toporzékol. Összepillantunk Delgádóval. Ha beszélni hagyjuk a nőt, akár meg is tudhatunk valamit. Férfias bátorítást sugárzunk felé. A helyi lapnál dolgozom, mondja. Riporter vagyok. A rádióban is van néhány állandó műsorom. Remek, lelkesül Steve. Ugye, Daniel? Akkor ön autentikus forrás, szólok. Legfeljebb nőasznyi iróniával a hangomban. Mit tud a fogászról? Red Saxon nem túl jó társalgó, mert gyakorlatilag minden téma hidegen hagyja, melyben nem szerepelnek 16 éves, melben fejlett lányok, véres vadászat, gyors kocsik, és tarka-varka bőrkabátok. Ha mégis szóra fakad, erősen emlékeztet egy szabadnapos favágóra, már ami a modorát illeti. Amúgy sikeres fogorvos, ugyanis, aki egyszer megfordul nála, utóbb meleg szavakkal ajánlja őt az ellenségeinek. A portré alapján a fickó nem egy katarzis, összegzem. Arcomba kacag, 37 éves lehet, külső-belső fénye kissé kopottas. Hivatalnok blúzt, szűk szoknyát, tűsarkú cipőt visel. Ösztönöm azt rúgja, nemrég szakított. Hanem Saxonnal, akkor mással. Nem katarzis? Látod már maga sármos macsót? Nem hinném. Red, hiú, hencegő, agresszív, önbizalomhiányos, egyfolytában kompenzál. Ha a rendelői székébe ülnének, úgy éreznék magukat, mint a Isten, azaz Red Saxon alkotna magukból embert, mert nélküle csak por és hamu voltak. Delgádó bólogat. Szerintem most is hajtja a csajokat, mert nincs a rendelőben. Vagy talán vadászik?
Ő mindig vadászik, hol erre, hol arra, feleli rejtélyesen a nő. A munkáját úgy végzi, mint egy bűvész mutatványt, és persze svindlizik, mint a bűvészek. Csak azért teheti, mert elüldözte a városból a konkurenciát, és jók a fogtechnikusai. Időbe telik, míg a páciensek rájönnek, milyen gennyes fazon. Rendben, máshová fordulunk. Ismerik Gary Devilt? A lapíró megint felnevet. Sajnálom magukat, pocsékfogak, bűszött lelkek. Hát menjenek el Garyhez, a nagy lélekbúvárhoz. Mi is jártunk hozzá a férjemmel, hogy segítsen megmenteni a házasságunkat. Tudják, mi a favorit tanácsa? Eszembe jut Deniza álma. Gyertyafényes fürdőzést szorgalmaz? A nő így felel. Krisztin vagyok. Riporter lévén tudom, kicsodák maguk. Látom, ezzel nem vágódtam be, de a személyiségemmel talán sikerült. Ez most önirónia volt, remélem vették. Tehát Gary tényleg forszírozza, hogy a kliensei táncoljanak, fürödjenek, szexeljenek gyertyafényben. De nem ez a csúcs tanácsa. Hanem? Delgado lehajol, hogy közelebb legyen a szájához. Kíváncsiságában túl lassúnak találja a hangsebességet. Nos, ha gondjuk van, gyászolnak vagy ilyesmi, meneküljenek a boldogságba. Hogy kell oda menekülni? Érdeklődöm homlokráncolva. Nem adott térképet, meneküljünk a boldogságba, és kész. Azt kérte, nyomtassuk ki a tanácsát poszterméretben, és tegyük ki az ágy, az asztal a kád fölé. Legyen szem előtt éjjel-nappal, és mantrázzuk is, naponta 5x5 percig. Mantrázták? Mantráztuk, de elváltunk. A volt férjem herefazon, még azzal se fáradt, hogy tisztességes erekciót produkáljon. A reggeli keményedésére alapozta a házas életünket. Kell lemondanom, hogy ez olyan, mint a maguk mással íratnák meg a doktoriukat. Túloz, sóhajtja Steve rökketűnődés után. Krisztin felnevet. Gondolom, nem az ex-férjem erekciójáról akarnak hallani. Most már mindegy, legyintek. A reggeli keményedés előtt Devilnél tartottunk. Devil, Saxon, Kár, Torró, Pips és Siano kölyökkoruk óta együtt bandáznak. Kiskirálykodó, arrogáns fazonok. Talán Crozis Pips az egyetlen kivétel, ő amolyan művész lélekféle. Kutyaruhákat tervez, enyhén meleg, de tényleg csak enyhén, vagy inkább minden irányban nyitott. Az emberek régen suttogják, hogy rossz szokásaik már a szörnyen eldurgultak. Mit ért ez alatt? Sianoék befészkelték magukat a városi tanácsba, Josh Levitont is zsebre vágták. Mára iszonyatosan elpofátlanodtak. Azt hiszik, övék itt minden. Kémlelődtem utánuk, de elég nyilvánvalóan értésemre adták, hogy maradjak veszteg, ha nem akarok hulla lenni. Másokkal is ugyanezt csinálják. Akinek nem tetszik, amit művelnek, azt megfenyegetik. Annak, aki nem ért a szóból, lepuffantják a kutyáját, macskáját, vagy kilövik a kerékgumiát. Menet közben, lesből. Az áldozat összetöri magát, eldobhatja a kocsiját, és nem lehet rájuk bizonyítani. Nagyon sokan gyűlölik őket, de nem mernek fellépni ellenük. Érezzék figyelmeztetve magukat, ne köpjenek a levesükbe, megtorolják. Majd igyekszünk nem félni, ígérem. Mit derített ki róluk? Nézzenek utána Ruth Valentine-nak. A lány 20 éves volt, csak nemrég került a városba. Albiban élt, a kórházi konyhán dolgozott, nem voltak barátai, nem pasizott. Gyakran cajgázott egyedül az erdőben. Néhány hónappal ezelőtt minden előzmény nélkül bringástól eltűnt. Leviton szerint elköltözött a szüleihez, a pasiához, bárhová. Senki se jelentette az eltűnést, tehát nem is nyomoztak utána. Magát leszámítva, hízelek Steve, üvegkék tekintetével lomha folyókat bírna áradásra. Ruth nem ment sehová, sóhajtja Krisztin, mint sűrűbben maga köré tekintgetve, félő, hogy kikopik a menet a nyakában. Szemében, arcvonásain feszültség vibrál. A cuccai az albérletben maradtak, a fogkeféje is. Ez elég sokat elmond. A munkahelyen nem vett ki szabadságot, nem is mondott fel. Vajon miként lehet ezt összefüggésbe hozni Sianoékkal? Kérdezem. Egy időben rájuk akartam bizonyítani a disznóságaikat, ezért a nyomukban jártam, és fotóztam ténykedéseiket, de már egyáltalán nem vagyok ilyen hősies. Bátorítás sugározva nyomulok, mielőtt bezárkóznak. Meghapadnánk a képeket? Mi nem esünk kétségbe tőlük. Krisztin lassan lépeget hátrafelé, már menekülne megbánva gyónását. Felkészültem magukból, tudom, mire képesek, járjanak sikerrel. Azért gondolom, hogy nekik közük van hozzá, mert Sziánó személyesen ment el Ruth cuccáért az albiba,
egy héttel az eltűnés után, pedig tudtommal nem is ismerték egymást. Kulcsa volt a házhoz. Honnan vehette? Lefotóztam, miközben kibejárt a táskákkal. Most mennem kell. Ha valaki kérdezi, útba igazítottam magukat a városházához. Viszlát! Kopogó léptekkel távozik. Imbolygó járásán is látszik a szorongás. Kocsiba ülök. Ízlésről és pofonról nem érdemes vitatkozni. Jóita hercegnő. Geri Deville házához érkezünk. Kiskapuval védett oldalbejárat vezet a földszinten lévő rendelőhöz. A kamerával elektronikus zárral biztosított ajtó sarkig tárva. Nem foglalkozom olyasmivel, hogy honnan jönnek a megérzéseim, viszont hallgatok rájuk. Egy belső hang ezt súgja. Nocsak, Gavinnél is épp így fityegett a hátsó kertkapu, amikor az septében elpöfögött a Wilkes tanyára, ne szétvéve, hogy beindult a feka tornádó. Vagyis úgy tűnik, Neville is rohant valahová. Egyelőre nem találgatom sietsége okát. Besétálunk a kertkapun. A váróban ketten ülnek egymástól távol, egy férfi és egy nő. Az ajtónyitást kísérő kolomb hangjára kilép a rendelőből az asszisztens. A termetes asszony fejtetőre kazlazva viseli rengeteg vöröses szőke ultragöndör haját. Testszerte gömbölyded, mellkasban kifejezetten világverő, el is szomorodom kissé, hogy nekem sose volt dadám. Dínyekertje tövében széles ő fogja át, mélyen kivágott bőklepetusát. A jócskán 30-as nő ránk mosolyog arcán gödröcskével. Szép napot, uraim! Ursula vagyok! Éppen jókor jöttek, hogy időpontot kérjenek a doktor úrhoz. Mi a doktor urat kérjük, közli Steve. Sajnos őt elhívták. Tehát ő is kijár házhoz. Végül is az ő melója csak díványfüggő, neki nem kell tömőgépet nyálszívót cipelnie. A termékenység istennő bizalmasan közelebb lép. Úgy tudom, halálos baleset érte a doktor úr legjobb barátját, súgja. Nemrég értesült róla, és szörnyen kiborult, de ugye ez teljesen érthető. Elszaladt egy kicsit, hogy átélje. Mindjárt visszajön. Hogy átélje? Visszhangzom. Hogy ezt át kell élni, különben nagy bajt csinál, mondja, mutató ujját magasra szegezve. A mai ember retteg a haláltól, a gyászolástól, de ez elfolytáshoz vezet, az elfolytás pedig projektáláshoz. Köszönöm, szólok, elvágva a pszichológiai szálat. Mikor szaladt el a doktor úr? Mit vitt magával? Azt nem tudom, mert innen a lakásába futott, és ahhoz körbe kell kerülni az épületet, ugyanis nincs átjáró ajtó a házba. Vagyis, hogy volt valamikor, de aztán be lett falazva, nehogy valamelyik páciens kifigyelje az oklétét, és egy alkalmas pillanatban betörjön a privát szférába. Tudják, a doktor úr halálosan komolyan veszi a személyes biztonságát, hiszen rengeteg dilissel van dolga, ő aztán tudja, mitől féljen. E ponton Deniza már felnyögne. Anyám, borogos! Anélkül, hogy igazolnám magam, a rendelőbe terelem a bőszavú asszonyt. Steve belünk tart és becsukja az ajtót. Identitást villantunk, felmutatva a jelvényes igazolványt. Okunk van azt hinni, hogy a doktor úr életveszélyben van, közlöm, alig blöffölve. Hasonló baleset érheti őt is, mint a barátját, vagyis levadászhatják. Épp ezért tudnunk kéne, hol találjuk. Egy szóval sem árult el, hová szalad. Telefonon kapta a hírt, úgy másfél-két órája. Belesápadt, kiborult és elrohant. Pedig ketten is várnak rá, és persze sürgős az ügyük, mert krízisben vannak. Megnézhetnék a fegyvereit? Még csak az kéne, van házkutatásiuk? Mondtam már, hogy dr. Deville nagyon hiszt is a privát szférájára. Nincs végzésünk, minket az érdekel, meg tudná-e védeni magát, ha őt is megtámadnák, mint néhai barátját. Ragozom atyásan. Kérem, győződjék meg erről. Ön nyilván a szívén viseli a sorsát. Na, csak azt ne higgye, hogy bele vagyok zúgva, vagy ilyesmi, förmed rám. A doktor úr adja a betevőmet. Persze, hogy tiszteletben tartom a rigójáit. Mellesleg megvan róla a magán véleményem, de megtartom magamnak. Ne szólj szám, nem fáj fejem. Megnézhetnénk a fegyvereit? Ismétlem. Nem! Ordít az arcomba. Gödröcskéi eltűnnek. Majd én megnézem, ha annyira fontos maguknak. Pontosan mit akarnak látni? Steve felül az asztal szélére, hajkazaltól lábujjhegyig besugarazza személyes varázsal az anyaság istennőt, lábát hintáztatva átveszi a szót. Tudja, hol tartja a fegyvereit? Persze, én vezetem a háztartását is, amióta lapátra tette a háklisnejét.
Van egy bazi páncélos a dolgozó szobájában. Az csurig van pisztolya a puskával, meg olyan, hogy is hívjákkal, szerszámnyillal. Bármely gyötrő a kísértés, nem pontoskodom a szerszámnyíl ügyében. Azt is tudja, hol tartja a kulcsot? Kérdezem. Na, náhogy tudom, nem mintha megmutatta volna. Csak hát kiszúrtam, honnan szedi elő. Különben Dr. Deville szereti nyitva felejteni a páncélajtót a szűkebb ismeretségi köre előtt, hadd lássák, milyen kemény legény. Imádja hallani, hogy ő szuper férfias. Hát megyek, megnézem, mi a helyzet. De csak is azért, mert a doktor úr életbiztonságáról van szó. Ursula kirobog a rendelőből, az ajtót nyitva hagyja maga mögött. Összenézünk Steve-vel. Sokat megtudtunk a két szivarról, sóhajtja. Rajek, miért várt máig a halálhírrel? Az ex-feleség ma délelőtt azonosította Sziánó maradványait. Innen hozzá megyünk. Gyanítom, pipszet se találnák otthon. Delgado az állát dörzsölgeti, félrehajtott fejjel hallgatja borostái sercegését. Érzem ám a törött csontjaimat, gyónja. A kondim dzsemszerű. Alig várom, hogy ledőlhessek. Szerinted hová rohangáltak a muksók? Vállat vonok. Mehettek a kórházba kupak tanácskozni meglőtt társaikkal. Nem szívesen gondolok arra, hogy ezen kívül még hova mehettek, míg csupakkebel nem jelenti, mi a helyzet fegyverfronton. A doki asztalát ellepő poharas gyertyákat szemlélem, a falon lógó diplomát, a kacagó klubba invitáló plakátot és a száznyi fotót a boldogan kacagó klubtagokról. A váróban parkolt férfi az ajtófélfát kopogtatva belép közénk. Maguk ugye kollégák? Informálódik. Vézna, szőkéshajú, jellegtelen arcú figura. Elmélyülten forgatja a középső ujján viselt jeggyűrűt. Bólintunk azok lévén. Na persze nem Devillel, de nem is ezt kérdezte. Akkor jó, mert nincs időm tovább várni a doktor úrra. Maguk is segíthetnek. De gyorsan, ha kérhetem, mert amikor ide rohantam, a nejem már csomagolt. Engem csak az érdekel, hogy miért hagy el az asszony. Miért? Az ilyesmit többnyire okkal történik, feleli Steve. Hát az lehet az oka, hogy mostanában folyton elutasítja a közeledésemet. Egy ideje utál nem ízni, sült frigid lett. Delgado tűnődve nézi a bús házas embert. Ez nem ok, hanem okozat, szól lassan. Intim kérdést teszek fel, maga rendesen most fogad, meg aztán lábat, hónalját. A fickó a forgatással felhagyva le- és fölhúzgálja a karikát az ujján. Hát azt hiszem, igen, reggel fogat mosok, pár naponta, meg a többit. Sűrítsen, javasolja Dr. Steve, sűrítsen. Mondja csak, eleget időzik az előjátékkal? Hát persze, mindig lehúzom a bugyját előtte, és megcsikizem az ujjammal, tudja hol. De nézd a borogas! És még, nyögi társam. A fickó háta mögé pillant, mint a azt csekkolná, hallja-e a váróban ülő nő, majd súgva közli. Aztán beakasztom neki a lompost. Cseppet se lep meg, hogy az asszony csomagol, morran Delgado. A nőket izgatni kell, hogy nedvesedjenek, nyújtson gyertyát, fürödjön meg, aztán meneküljenek a boldogságba. Világos? Félrefordulva tanulmányozom a falon függő diplomát. A házasember kiviharzik, Ursula sehol. Az ajtófa megint koppan, belép a nő a váróból. Na nem, már eleget praktizáltunk. Kérem, én is sietek, hadarja. Szözke haj, bőséges smink és smuk, busásan kivillantott bőrfelületek. Én nagyon szeretem a páromat, de egy ideje már nem olyan vele. Mit tegyek? Nem olyan vele? E hozza, Steve. Nem, mostrában nem hevít fel úgy, mint régen. Már sokszor halálra untat a beszéde. Ja, és falra mászok a hülye szokásaitól. Régen sokkal szórakoztatóbb volt. Udvarolt, taperolt, mindig elvitt valahová, buliba, vacsira, biliárdra, táncos helyekre. Ma már nem buli arc. Nem olyan vele, na. Kegyeddel olyan? Nyilván csak nézzen rám, egyetért, hogy elválok? Ez a nem olyan vele feeling nagy hátbavágás. Netán csak szórakozni keltek egybe? Nem csak vele kapcsolatosan érzem, sok másban is csalódtam mostanára. Az olvasás is kiábrándító, pedig régen sok szakácskönyvet vettem. Moziba se járok, pont emiatt. Már az egész minden lepukkant, ócska lett, semmi sem éltó hozzám. Várja meg a doktor urat, szólok, látva, hogy Steve fakadni készül. Ursula bezúdul az ajtón. Nem kell félteniük a doktor urat, biztosan nem fog baja esni neki, jelenti lélekszakadva. A fegyverszekrény teljesen üres, mindenét elvitte, márpedig ő meg tudja védeni magát, mert hemperegve is tud célba lőni.
Derék, dünnyögi Delgado, akkor mi megyünk is. Ó, mi dicső ész bomla össze itten. Shakespeare. Az utcára lépve észleljük a felénk száguldó cirkáló rakétát. Az, cigázva közeleg az úton, 90-nel besorol a Mazda mögé, és fokhúzással egyértékű gumi és fékcsikorgás közepette a lökhárítótól mínusz 1 centire megáll. Ekkor felismerhetővé válik, hogy csak egy földi járgány. A vezető kibattan a szuperférfiasan leparkolt Audiból, és rám mordul. Mi van? Nem tud vezetni? Ha nem láttam volna a fotóját, akkor is ráismernék. Gary Deville, épp önt keressük, szólok, identitást villantva. Maguk azok, hördül. Súlyosan zizzentnek látszik. A személy zsaruk, háborút akartak, megkapják. A terapeuta magas, szélesvállú, bőszképű atyafi, tetőtől talpig erdőmintás gúnyában. Hátralép a csomagtartó felé. Vajon hány fegyver súnyít a kocsi hátuljában? Ha megpróbálkozna a fedél felnyitásával, a földdel tenném egyenlővé a fickót. Beszélhetnék higgadtan? Kérdezem. Nem, annak vége. Emlékszel rám, öcsike? Én is ott voltam akkor éjjel, amikor szétlötted Valero karját. Mind beszoptuk, hogy nem te voltál, olyan meggyőzően papoltál a csillaghullásról. Csak azért nem téptük le a fejedet, mert tekintettel voltunk a csajodra. Még egyszer nem vezetsz meg, de nem ám, mondták a srácok, hogy szívatta őket a kórházban is. Felőlem magázódhatunk, szólok. Emlékszem az epizódra, ha bár jócskán másképp, akkor is hangyabolyos hangulatban voltak. Amint kiejtem a hasonlatot, rögvest kapcsolok, de késő visszaszívni. Gyanítom, nem sikerült higgadt mederbe terelnem a társalgást. Deril gúvat szemmel felordít. Tudtam! Az első perctől tudtam! Szegény Kaspárral együtt, ti voltatok, önbíráskodó, szemét, állatzsaruk. Jobb, ha tudod, felvettük a kesztyűt, mostantól folytassuk a várostól távol, magunk közt, mint férfi a férfival, bárha a férfiasság érvényes rátok egyáltalán. A hangyabolyt megkeserülöd, élve fogjuk lenyúzni a bőrödet, a csajodét is, pont, mint a szűcs a macskájét. Véged van, öcsike. Nyugodtan szólítson a vezeték nevemen. Apukám nektek befellegzett. Kacag nyálasan. Nektek annyi. Oké, és lejátsszuk. Sötétedés után legyetek kinn az erdőben. Mindegy melyik részen, bárhol megtalálunk. Már azt is tudjuk, hogy lenyúltátok a titkos cuccainkat. Haha, van másik, öcsike. Csak ne higgyétek, hogy most aztán megbénultunk. A harc? Hát legyen harc. Úgy tudom, ment eltiltották a vadászattól, fegyvertartástól. Jegyzem meg, udvarias hangszínen. Baromság, apukám! Ekkora baromságot! Pszichológiai alkalmassági vizsgálat. Még hogy alkalmas vagyok-e? Na náhogy alkalmas vagyok. Pszichológus létemre. Na náhogy. Ha az a sok kiváló férfi nem vadra menne az erdőben, mennyi embert nyírnának ki a városokban? De mennyit? Ha vadászhatunk, egy csomóan megmenekülnek. Ha a vadakon kiélhetjük magunkat, nem leszünk sorozatgyilkosok. Itt a haszon. Hát ezért baromság a pszichológiai vizsgálat. Ezért nem kell korlátozni a vadász engedély kiadását. Nagyon nem mindegy, mit ölünk, nem igaz? Embert is pont ugyanúgy kell ölni, mint vaddisznót. Bum, bum! Eddig nagyjából különbséget tettünk. Éjjel, legyetek az erdőben! Célra tartja és elsütik képzelt flintáját. Előtöltős, hátulkötős zakó kéne ennek az ifjének. Steve rácsodálkozik. Maga ideges. Miért nem slisszol inkább a boldogságba? Danu Babel jut eszembe, a Yardik kriminál agyász. A fickó azt hiszi magáról, hogy totálisan dilis, amiért varázsuborkája elvesztésétől tartva két alsógatyát hord. Rágondolva megnyugszom, hiszen azt is tudom, hogy sok gatyáról gyógyult kettőre, nőmnek hála. Oké, épségben maradt a világrendem, vannak még normális elmebúvárok. Emiatt már nem égek ki. Deville a ház felé lódul, utána szólok. Beszélhetnénk Anna Kiltről? Szögletes mozdulattal sarkon pördül, és rám förmed. Nem, veletek én semmiről se tárgyalok, mocskos zsaruk, azt se tudom ki az. Együtt voltak túszok 2 éve egy bankban, emlékeztetem. Ugyanakkor tűnt el egy mesterlövész karabély, ismerve az ön fegyverimádatát. Pofa be, öcsike, nem beszélek önbíráskodó pöcsökkel. Úgy vélem maga bugázta el a mordájt, felismertem a fegyver hangját, amikor Valero Kahár meglőtte valaki. Meghívlak gurunak a kacagó klubomba, apukám, te aztán meg tudod röhögtetni az embert. Ha én bugáztam volna meg a Remingtont, a cimboráimat lőném vele. Nem hiszem, hogy akár csak fele annyit lősz is, mint én,
Akkor pedig ne tömd az agyamat ilyen baromsággal. Még hogy ismered a puska hangját, kacagnom kell. Na kopjatok le, sietek, éjjel az erdőben. Gumibugyit húzzatok, mert be fogtok fosni a majrétól, pöcsök. A bomlott lélekbúvár elcsattog a háza felé. Miért nem visszük be? Töpreng Delgado, ha bár inkább agytúró kéne neki. Egy hangyász ismerősöm szerint sokan azért jelentkeznek a pályára, mert önmaguk gyógyítását akarják kitanulni, és én alig hittem neki. Bírod még ágy nélkül? Látogassuk meg az özvegy ex-feleséget, aztán hazaviszlek. Jó ajánlat, bólint, mehetünk. Beülünk a Mazdába. Mobilom kijelzőjére pillantok, hát ha a kattan Dili búvár tombolása közben hívott Deniza, és nem észleltem alármában. Megbeszéltük, hogy Borulat Citybe érve csatlakozik hozzánk. Talán még úszkálnak a tóban kis búvárral. E gondolattól csak azért nem vesz elő az agyalapi irítség, mert hajthatatlanul szeretem őket. Steve beprogramozza a GPS-t, és miközben a kétféle nénike hang átkalauzol a kertvárosi negyed másik végébe, megkérdezi. Neked még olyan Denizával? Rávigyorgok. Nem fér hozzá kétség. De ti már túl vagytok a harmadik éven. Azt mondják, a vágy puszta kémia, és mindössze 3 évig tart. Hát ez maszlagosan exakt. Nem foglalkozom ilyen agyasságokkal. A szerelemben nem a repült órák száma, hanem a szárnyalás miensége számít. Úgy is fogalmazhatnék, hogy az ejtőernyős ugrások számánál jóval fontosabb a lebegés varázsa. Mi a terved némfával? Vágyam van, nem tervem. Láttad, hogy néz Gerretre? Éjjel együtt mentek a fogadóba. Mivel mindketten ott vettek ki szobát? Gerret, hogy néz rá? Nem is tudom, bírom a pasast ennek ellenére. Hát te? Még elemzem a benyomásaimat, de alapvetően pozosak. Én is így vagyok vele, viszont ha megdönti a nőt, átszabom a gáláját. Egyébként jól tennéd, ha odafigyelnél. Szerintem Denizára is hatott a bűbája. Úgy se hinné el válaszomat, ezért megtartom magamnak. Ha el akarod mondani az embereknek az igazságot, akkor ne vettesd meg őket, máskülönben megölnek. Oscar Wilde. Kaspar Siano űrbázisra hajazó háza rengeteg fémből és tükörüvegből készült. A tervezésért bizonyára hazsis árat fizetett, aztán rájött, hogy az építmény otthontalan, ezért nagylelkűen átengedte azt elvált nejének. Ezt a rossz máj gondoltatja velem az egymás mellé-fölé rámolt üvegfalú lakódobozok láttán. Csupa csipke pazarfémkerítés teszi lehetővé a házbámulást. Csöngetésünkre függöny se lebben. A gömböcre és szögletesre nyírt örökzöldekkel ékített kertben nem látunk kocsit, csak egy bicikli hever a fűben. A komfortos magaslest utánzó gyerekjátszóhelytől 20 méternyire fából faragott szarvas ácsorok oldalán szitává lyuggatott célkörrel. Távolabb torszpofájú, tárt mancsú grizzly ágaskodik, a melkasán lógó céltáblából nyilvesszők meredeznek. Úgy rémlik, Siano nem hanyagolta el az utódképzést. Átvillan rajtam, hogy délután gyakorolhatnám Jurájennel a gránátdobást, rakétakilövést. Ha bár a porontj még 1 éves sincs. Na de majd lesz, és addigra álljon készen. Hú, a retek életbe, nyögi mellettem Steve, ugyanazon szánt az agya. Mit hagytam ki a srácommal? Úgy tűnik, az özvegy még nem ért haza a proszektúráról, talán a barónőhöz söpört gyászruhát szavatni. Még az is lehet, hogy fiesztához illő toalettet készített. Sarkon fordulunk. Ekkor határozottan ránk pisszeg valaki. Maguk a zsaruk? Suttogja egy gyerek hang. A zsaruk, ismétlem, lassan visszafordulva. Azok vagyunk, hát te? Stucker vagyok, apám fia. Nem tudom kinyitni a kaput, mert anyuék nem adtak kulcsot hozzá. Rebegi az egyik gömbbuxus. Értem, jöttek? A mamádat keressük. Nincs itthon, elment a hullaházba. Akkor biztos azért jöttek, mert kinyifantották aput. Igen, apádról beszélnénk vele. Miért nem bújsz elő? Félek a bácsiktól. Mi nem bántunk téged, cukrot sem osztunk, szól Steve. Nem a rendőrbácsiktól félek. Hallottam, hogy nem idevalósiak vagy, és bízhatok magukban. Geri bácsitól félek, meg Red bácsitól, és Beat bácsitól, és Valero bácsitól is. Ezért kellett bokorral beszélgetnünk? Kérdezem. El kell tűnnöm a világból, súgja, hangjában 1000 fokos gyerekhevülettel. Meghalt az apám. Eddig is ő védett tőlük, mert ő parancsolt nekik. Régóta azt hiszik, hogy bajt hozok rájuk. 4 órával ezelőtt voltak itt,
de persze úgy tettem, mintha elmentem volna hazúról. Kihallgattam a beszédjüket a bokor mögött. Nem hagyhatnak életben, ezt tanácskozták, mert ha a zsaruk rám ijesztenek, biztosan köpök. Egy kölyökből bármit ki lehet faggatni. Mit köphetnél? Vissza fognak jönni és lenyilaznak. Titániumhegyű nyilvesszőik vannak, borzalmas pengékkel körben. Írtóra roncsolnak. Tessék engem védőóvásba helyezni. Ahhoz sok mindenfélére szükségünk lenne. Anyád hozzájárulásától a bírói végzésig. Legfőképpen azt kéne tudnunk, valóban veszélyben vagy-e. Veszély az, hogyha a bácsik elkapnak, megölnek, és elásnak a szántásban, mint azt a szegény bringás nénit. Geri bácsiék sejtik, hogy láttam. Máskülönben nem én tehetek az egészről. Nekem apu azt mondta, hogy muszáj megtanulnom tőle mindent, mert bármikor kinyírhatja őt a menedzser betegség, és akkor nekem kell átvennem a helyét, mint egyetlen örökösének, és emiatt sokkal hamarabb férfivá kell válnom, mint egy tucat krapeknak. A menedzser betegség miatt volt muszáj vezetnem, pedig írtóra utálok vezetni. Alig látok ki a kocsiból, messze vannak a pedálok, és akkor apu még mindig rám is szólt, hogy gyorsabban menjek, ne hagyjam másoknak az előzést, mert egy Ciano az út királya, és a király mindig legelőltébb. Továbbra is a gömbbuxust hallgatjuk. Úgy érzem magam, mint egy vetkőzés golyóstól. A napbarnított szín a pólómba folyik az arcomról. Te most hülyítesz minket, apád fia? Nyekken Steve, szintén krétára sápadva. Mielőtt megfulladok tőle, el akarom mondani, hogy is volt a nénivel. Én egyáltalán nem tehetek róla. Muszáj volt kocsit vezetnem. A vadászat is kötelező volt, mert a menedzserbetegség bármikor lecsaphatta aput. Pedig alig bírom el a puskát, és félek is tőle, mert bazi nagyokat rúg, és még süketít is. Tesi órán kérdezték is, mitől kékzöld a vállam, na meg a pofázmányom. Mindig azt meséltem be nekik, hogy taknyoltam a cajgával. Arcom felhámját már elhagyták a pigmentek, érzetem szerint rögvest kifehéredik a borostám, hajam is. Gyere elő, Stoker, kérem. Nyugodt helyre viszünk, ahol elmondhatod, mi lett a nénivel. Melyikkel? Nem mindegyik halt ám meg. Nem vagyok gyilkos. Apu sokszor kiabálta, hogy anyám asszony katonája vagyok, de ő majd hősies férfit farag belőlem. Hát most már nem fog. Az ismerős Audi csikorogva bepördül az utcába, és a járda szegély felé röppen. Mazdám láttán Devil szélsebesen korrigál, és a névjegyszerű leparkolás helyett totál gázzal tovaszál. Az eszelős gumisikolyok megrezgetik a dobhártyámat. Mi a franc ez? Nyögi Delgado. Hogy hívják ezt a várost? Ámogda, Őrjöngde. Itt nem laknak normálisok. Visszafordulok a gömbbuxus felé. Stoker nem válaszol a szólításra. A kert távoli végében megrezzen az egyik bokor. Sóhajtva előhúzom a mobilt. Beütöm a titkos, bizalmas, erogénia becézetű hívószámot. De néz a telefonja, hosszan kicseng. Etalon kiírva kereső félként, ám kapcsolódási szándékom meghiúsul. Átvillan rajtam, hogy Geri Devil az összes csúzliát a csomagtartóba rámolva, cimpától bokáig terepszínű göncben rongyolt el otthonról, másfél-két órával később háborodottként tért vissza, és menten hadat üzent nekünk, az önbíráskodó zsaruknak. Mi folyik itt? Hívom Flash-et. Gerett hümmögve végighallgat, majd közli, tüstént elintézi az engedélyeket. Néhány órán belül bevihetjük a lőbarátokat. Hozzáteszi még, hogy nem csak Devilt, Pipset és Saxont kell összeszednünk ismeretlen tartózkodási helyükről, hanem Torrót és Kahart is, mert azok fél órával ezelőtt letépiztek a kórházból. Előtte a személyzetet sokkolva kirámolták a gyógyszerszekrényt, és egy kardélre hányt római légiónak is elegendő fájdalomcsillapítót ragadtak magukhoz. Amennyiben hajtóvadászattál fajulnak a dolgok, nem bízom a helyi zsarukban, mondom. A saját társaimmal dolgozom, vagy sehogy. Abszolút érthető, feleli. Szólok a főnöküknek, hogy helyezze készenlétbe a csoportot. Tud valamit Denis a hollétéről? Kérdezem. A háznál nincs, amúgy ott minden rendben van, nemrég beszéltem Nymphával. A kihangosítás jóvoltából ezt Steve is hallja. Geri Devil sértései visszaverődtek a rutinjáról, ám az info, miszerint Gerett csak úgy társalkodik Nymphával, feldúlja a lelkét. És én miért nem hívogathatom őt? Rökönyödik rám a csevely végeztén. Elvégre, elvileg engem gyógytornáztat. Flash, miért napra kész belőle? Napra kész, percre kész, nincs más dolga. Itt az idő, hogy széttárjátok pazar fartollaitokat. Nympha majd eldönti, melyik páva csávót választja.
felelem. Engem most Deniza holléte aggaszt. Sid és Martin az egykori temetőben tapogatja a többszörösen elveszített Palm Book, Filofax, Diditkár, etc. hűlt helyét. Jegesedő ujjakkal bebököd a manó hívókódját. Pattanj fel valamire, ami terepen is gyorsan mozog, és nézz körül, hol lehet Deniza, dirigálom. Mégis merre keressem, nyögi. A házból elment, ide nem érkezett meg. Nem hívott, és a telefont se veszi fel. Légy óvatos, a fegyver buzisták teljesen bekattantak. Már megint egyedül hagytuk őt, méltatlankodik. Mikor tanuljuk meg végre, hogy ez mindig katakombához vezet? Hová a gatyába lett? Talán észrevett valamit útközben, és kisiklott. Ha csupán kisiklott, miért nem telózik? Nyugi, mondom higgadtra temperált hangon, mint ha nem is én harabdálnám a számat, aortámat. Tud vigyázni magára. Haha, te totál amnéziás vagy? Keresd, móranok. Nem sokára mi is indulunk Steve-vel. Sid dohogva kilép a kontaktusból. Még egyszer megpróbálkozom erogéniával, a mobil csörög, csörög. Éppen csüggedni készülök, amikor kattanás hallatszik. Szoszogást, surlódó hangot hallok, majd francba, dünnyögi valaki, nem a mikrofonba. Némi sustorgás, zörgés után, épp mire megfagy a szívizmom, eltorzított orgánum szólal meg valami függönyféle mögül. Bajban van a nejed, Etalon, aztán betört a feje. Elvittem őt Lorenzo fájához, ennyit tehetek, mindjárt visszajönnek érte. Te bántottad őt? Ki vagy? Megpróbáltam nyomra vezetni, de rácsesztünk. Saxonék kapták el, én meg az vagyok, aki kifingatja őket. Nevezhetsz Burelnek. Mielőtt válaszolnék, kilép a vonalból. Fejest ugrom a kocsiba. Delgado követ. Sose bíz az olyan emberben, aki egyetlen rossz tulajdonságot sem hozhat fel mentségére. W. S. Churchill. Útközben hívom Rejeket, és tőle végre megtudok valamit. Nőm alig több, mint egy órája kérdezés körött egy fekete kvadról. A négykerekűt Sziánótól oroszta el valaki, és a kvadállat feliratú rendszámtáblát a kaszást ábrázoló rajzra cserélte. Így szágódozott a földúton, maga után csalva Denizát. Hogy is mondta Burella? Megpróbálta őt nyomra vezetni, de Saxonék elkapták. A többes szám azt jelenti, hogy Pips és Devil is ott volt. Miért hagyták ott, miután leütötték? Nyilván azért, mert a kvadost üldözték. Ez szerint az illető, valami ezt sugalja, nem fickó, elcsalta őket Denizától, és most arra készül, hogy elvigye onnan, mielőtt a bomlott lőbarátok visszatérnek. Tündér király, köst fel a kardodat! Telefonon instruálom Sidet, hogy merre tartson, többszörös lódobogást hallok. Martin és Gerrit is vele szágult. Elérem a város szélét. Még sosem éreztem ennyire tohonyának a Mazdát. Ismét Rajeket hívom, kérdéseket zúrítok rá. Ismere Borel nevű illetőt. Ennek két családtagjai tudnak-e valamit a lány eltűnésével kapcsolatban? Van-e valamilyen koncepciójuk, sejtésük ez ügyben? Vulkánom szerint semmilyen Borel nevű polgár nincs nyilvántartva Borulat City-ben. Pattanj fel a netre és írd be a szót a keresőbe, rendelkezem. Már is megnézem. A szülők attól tartanak, hogy a lányt megölték, de nem gyanúsítgatnak senkit. Enna, fivére, más paszta. Arland, mániákus szerepjátékos, folyton netezik, teljesen bezöldült a kitalált karakterektől. Egy hétig dilizett Josh-nak, hogy a húgát Kasparék tüntették el. Ezt eddig miért nem mondtad? Mert a srác kórosan keveri a realista virtuálissal, nem bírta bizonyítani a vágyait. Azt mondta, Kasparék merő szórakozásból levadázták a húgát, de nem tudta megmutatni, hol a holtest, hol a kvad. Ezt nem nektek kellett volna kideríteni? Beszélni akarok a fickóval. Eszembe jutott, hogy Arland esetleg végképp beflúgolt, és ő lövöldözi a fiúkat. De mint kiderült, a szülők nemrég benyomták őt egy elvonóba, hogy megszabadítsák a szerepjáték függéstől. Az intézmény több órányi autóútra van, és a srác ki sem moccant onnan. Nem őt keressük. Rajek mély lélegzetet véve felnyög. Basszus, ismételd el azt a nevet! Burel. Basszus, úristen, Burel régi családnév, elég ritka, viszont átvitt értelemben azt is jelenti, hogy hóhérnő. Ugyanis egy ilyen nevű némben sok fejet lecsapott a középkorban. Ennek kilt nyírná a fiúkat? Vagy mégis Arland? Az egyik játékban Burel volt a karakterneve. Nem teszem szóvá a fiúkozást, de a bizalmasság szögetlő a fejembe. Mit találtak a búvárok? Kérdezem. Semmit. Nincs holtest.
hogy nem az Obolus tóban keresendő, pontosítok. Keris fotót Ennáról és küld át Martin gépére, mindjárt találkozom vele. Továbbá, szedj össze mindent Ruth Valentine-ról. Erre a csajra emlékszem, illetve a vele kapcsolatos cirkuszra. Kriszti, a helyi lap egyik firkásza próbált gyilkossági ügyet kreálni Ruth köszönés nélküli elköltözéséből, de ezek a riporterek már csak ilyenek. Ha magától nincsen szenzáció, csinálnak egyet a semmiből. Nem lehet, hogy fura módon ő is a fiúkat hozta szóba ezzel kapcsolatban? Firtatom. Nézd, én nem állítom, hogy redék hibátlanok vagy ilyesmi, de fene jól megy a soruk, és ezért rém sokan iridlik őket. Na jó, nem simulékonyak, sőt inkább rámenősek, de hát a mai világban csak így lehet boldogulni, te is tudod. Mindenki ragadozni akar, pedig a többségnek húszafatnak kell lennie. Így logikus, ez a természetrendje. Ezt egyesek nagyon nehezen dolgozzák fel. Ez a fő konfliktus forrás a fiúk és az őket utálók között. Egyébként ők ezt mindig is tudták kezelni. Kristin is hamar felhagyott a Valentine-t illető hisztizéssel. Te mi vagy? Kérdezem. Rajek kuncog. Amíg Josh lenyomott, húszafat voltam. És a húszafat könnyen válik ragadozóvá? Ez az élet célja? Te is szívesebben vagy ragadozó, nem igaz? Engem nem dob fel az egységú világlátás. Az ember nem ez vagy az, hanem maga a sokféleség. Ás bele Ruth Valentine eltűnésébe. Továbbá szükségem van egy listára a kvad tulajdonosokról. Nincsenek sokan? Annál jobb. Kvad kölcsönző van? Nincs, illetve az autó kölcsönzőben bérelhetsz bringát, mozit. A kvadot kölcsönzőkről is kérek listát. Elsősorban kilt eltűnése idejéből. Ne itt, hogy a mocizás felkapott sport errefelé, szigorúan vesszük a természetvédelmét. Igen, sokat hallok erről mostanában. Leküldöm az ablakot, friss levegőre szomjasan, felidézem Vulkánót. Négy pár kézzel látom magam előtt, egyikkel a szemét, másikkal a száját, a harmadik párral a fülét fogja be. Negyedik pár kezét az órára szólítja, mert mindezek ellenére bitangosan bűzlik neki is, ami Borulat Cityben és a környékén folyik. Elérem végre a tópartra vezető aszfaltcsíkot. Néhány száz méter megtétele után lekanyarodom az összefonódott fák Lorenzo és Corone 1951 felé vivő földútra. Rendszerint kíméletesen bánok a Verdával, de nem most. Bármennyire igyekszem kerülgetni a huppanókat, kátyúkat, időnként sakkot kapok tőlük, és akkor nyekkenbe harapunk a nyelvünkből, mandulánkból. A GPS nénikék elnémításáról megfeledkeztem, így azok egymás szavába vágva idegeskednek. Egyikük azt szajkózza, hogy újra tervezi az útvonalat, a másik azonnali jobrafordulást követel. Mellesleg jobbra átadolatlan bozótos van. Lefordítom a hüvelykujjamat. Delgado leállítja a navigációt. Gyakran eltévedsz miattuk? Kérdezi. Nem is értem, ki volt képes kitalálni ilyet. Majd éppen két spinkó mondja meg, hogy merre van a hány méter. Köztudomású, hogy a nők topográfiai analfabéták. Ezek ráadásul szipírtyó hangúak. Épeszű férfi ember eleve nem bízik női navigátorban, pláne kettőben. Cseréld le őket pasikra. Mielőtt megköszönhetném tanácsát, heves lövöldözés tör ki az erdőben. Talajmenti repülésre váltok. Bíz Istenben, de kösd meg a tevédet. Lehet, hogy a normál A hanggal problémáink lennének, de a lőfegyverek hangját tévedetlenül felismerjük Steve-vel. Ez ilyen flinta, ez olyan stuki. Nagy pontossággal kivesszük, merről merre zúgnak a skulók, és még a találatot is regisztráljuk. Másként hallgat el a végtelenbe süvítő golyó, és megint másként az, amelyik élő húsba vagy fatörzsbe fúródik. Ez utóbbiakat viszont nem tudjuk megkülönböztetni egymástól. Mindezt már kocsin kívül produkáljuk. Robotkommandósra váltva súranunk a csatazaj irányába. Kiáltozás, nyihogás, ágtördelés zaja vezet előre. Aztán csöndesség támad, ijesztő. Mielőtt megőszítene a halotti csend, felbőg egy motor, hallásom szerint kvadé, és fénysebesen eltávolodik északnyugat felé. Jóval arrébb, a másik irányban felzúg egy terepjáró, és átsöpör az erdőn keletnek. Néhány fájdalmas szívdobanás alatt lepereg előttem Denisa élete. Például az is, amikor napokig a mosógépben feledte a vizes holmit. Mire észbe kapott, az összes ruha dohos szagú volt, észrevételem szerint meg is mohosodott. Ő vállat vonva így szólt. Ebből legalább megtudtuk, hogy a mosógép északi fekvésű.
Ebben a nőben vagyok szerelmes, mint halálig. Ha baja esett, az én végem is közög. Felnyergelt ló vágtázik el mellettem. Ráismerek Shelkre, Gerett Flack hibázik a hátáról. A turha életbe, pattog a pagony Sid orgánumán. Micsoda hely ez? Kalasnyikóval kéne járkálnom. Itt nem sima bolond gombák nőnek, hanem lövőgombák. A furkó ágak meg majdnem lemostak a nyiháról. Máskülönben kinek tépem itt a számat? Martin, gyere, hol vagytok? Elparáztak a lesilövők. Ha-ho, van itt valaki? Hey, Manu, mindjárt rám lész a lóval, oldozd már el, rikkantja egy fátyolos dizősz hang. Már is könnyebben lélegzem. Sid lecsusszol a nyerekből, és elengedi a paripát. Az elhúzna Shelk után, de elkapom a szárat, amint mellém suhan. A befékezett hátas állat elővölti magát a fülem közelében. Nyerítésére kétfelől is válasz érkezik. Átlököm a gyeplőt Steve kezébe, tovább sietek Sid és Denise felé. Mi a francot művelsz itt az avaron? Méltatlankodik a Manó. Miért vagy megkötözve? Ó, hát, extrém szexelek, mordult nőm. Vágd már le rólam. Istenem, igyekezz, megvadulok. Nem, már meg is vadultam. Meg lehet, tényleg felsérülése van. Mire odaérek, a ruháját szaggatja. Zsibbat lábbal ugrándozik, közben igyekszik levenni a nadrágját, letépet pólójával sepregetve magát. Sid felfogja, mi a gond, és legott kezelésbe veszi a dühöngőt. Hoztál rovarírtót? Veti oda nekem. Végig paskolja a bogarast fejbúbtól talpig. Kapkodva segíti, a nadrág levételben, így éppen elgáncsolja, aztán maga is megbotlik, és elterül rajta. Ha már úgyis ott van, hevesen forgolódik, dörgölődik az alatta heverő testen, saját súlyával lapítgatva a rovarokat. És persze a segítségemért szűkölő Denizát is. Mivel ők hatékonyan elfoglalják magukat, a többiek után nézek. Martin elősántikál a bokrok közül, száron vezetve hátasát. Golyótlannak tűnik, bár kint fintorog, hüvelykújjával okét mutat. Shelk visszavágtázik, és majdnem eltapos. Lóval szép az élet. Delgado Gerettet szólongatja. Egyszer csak meghalljuk a válasz morranást. Flash ügyész a földön ücsörögve a tenyerébe hajtott fejjel nyögdécsel, ujjai közül vércsöpög. Homlokán, halántéktól halántékig felszakadt a bőr. Efejeltem egy ágat, amikor bepörgött a ló, panaszolja. Indul a kórházi járat, sóhajtom, el tud jönni a kocsiig? Na-na, feleli legényesen, nem sejtve, milyen messze járunk a Mazdától. Ismerős életkép, lekapom a pólómat, turbánt rögtönzök a fejére. A vérzés immár nem a talaj felé irányul, hanem a pamutot áztatja. A kapucsinó pasas elhárítja segítségemet, önerőből kászálódik talpra, és az ösvény felé imbolyog. Két keze kevés ahhoz, hogy fatörzsekbe fogódzék, és sajgó tagjaihoz, válhoz, fejhez, farhoz kapdosson. Mi van a többiekkel? Kérdezi. Mindenki golyótlan. Mi történt? Már éppen forró nyomon jártunk. Észrevettük magunk előtt a kámzsás figurát, a dögnagy paddal, rajta az összecsomagolt Denizát, ám ekkor derült égből lövöldözés robbant ki. A támadókat nem is láttuk, azok a fák között súnyogtak. Kezdetben egyértelműen a cikcakban robogó kvadot lőtték, de miután felhívtuk figyelmüket az ott létünkre, már ránk is tüzeltek. Megfektettük a lovakat és visszafelelgettünk, de nem voltunk túlsággal eleresztve fegyverre a tárral. A kvados a másik irányból csatlakozott a Dáridóhoz, és így megosztotta az orvok figyelmét. Egyszerre csak a lovan felpattant velem, benyargolt a fák közé, és lefejeltetett velem egy gamó ágat. Eddig emlékszem, nem megyek kórházba. Ha nem varják össze a homlokát, odavész a sármja. Azért akad még tartalék sármom. Ez már nem számháború, nyugodtan kimaradhat belőle. Köszönöm, ezt udvarias javaslatnak veszem, nem maradok ki semmiből. Vállat vonok. A kiindulási ponthoz érkezünk. Steve őrzi a lovakat, és most már leplezetlenül kimutatja, hogy állapota kriplis. Martin és Sid a rögezmésen vakarózott Denizát kurkásza. Épp végeznek az utolsó szipolyok szétpattintásával, amikor odatoppanunk. Mellkasomra tolják a félön kívületben lévő bogarast. Megragadom nőm két kezét, és nem engedem, hogy kaparja magát. Rövid berzenkedés után elernyed rajtam, arcát a vállamhoz simítja, és finoman belém harap. Fellélegzem. Mi történt? Kérdezem tőle is. Olyan volt, mint a engem várna. A kvados kitűzött a keresztútról, oda bibbipelt nekem, mint a gyalogkakú, én pedig pattogtam utána tüsként bokron át. A pataknál kiszálltam a kocsiból, ő áttűzött a medren, engem megleptek hátulról. Hárman voltak,
Egyikük fejbe csapott a mordájával. Összebilincseltek és szemétségeket helyeztek kilátásba, de a csukjás visszajött, és elpiszkálta őket onnan. Én meg ott maradtam a kullancsok mi egyebek martalékául. Ha tegnap nem láttam volna Sziánó tetemét, kevésbé őrjít meg a helyzet. Időtlen idő múlva, amikor már biztosra vettem, hogy széthordanak a kriptabogarak, a kvados megint előkerült, felrángatott a motorra, és elindultunk valamerre. Hiába estekeltem, hogy oldozzon el, mielőtt felfalnak a ruhámban kószáló vérszopacsok, azt mondta, lerak Lorenzo fájánál, ott majd megtaláltok. Nem így lett. A vadlövők megint rám kizúdultak. Ja, miután veled beszélt, Burrell bepötyögött valamit a mobilomba. Amúgy a vadölővadász nagy darab, bölény erős csaj, zavaros aurával. Rekettes, mély hangon beszél, profin kvadozik. Ezen a nyomon elindulhatunk. A telefonban újabb GPS koordinátát találunk. A jelzett hely nincs is messze tőlünk. Elkap a vadász izgalom. Hülye Mazdába is menj Nymphához, mondom Steve-nek. A többiekre nézek. Kitart vele? Delgado egyedül sétál a kocsihoz. Utána fordulok. Járásra fáradt, bontatott. Nem meglepő, az átkos smasszernő összetördelte a medencéjét nem is túl régen. Az égbolt fellegesedik, zúg a szél. Letépdesett falevelek kavarognak köröttünk. A koordináták végelátratlan kukoricás szélébe vezetnek. Egy helyű gyéren nő a tengeri, mint azon a területen a vetést követően nagyon ástak vagy tapostak volna. Eszembe jut Stoker, hangosan idézem szavait. És elásnak a szántásban, mint azt a szegény bringás nénit. Denise a tarkóját masszírozva sétálgat a tarfolt körül. Nem láttam a támadókat, mereng fennhangon. Rádióműsorszerű élmény ért. Azt hiszem, a három vadlövő közül a durvábbik Devil. A másik tulok fogkiverést ígért, társai hálásan röhögtek. Ez nyilván Saxon a fogorvos poénja volt. Az affekt a fickó alig, ha nem pipsz. Nem jut eszembe, melyikük mondta. Beássuk őket a bringás csaj mellé, hadd oszoljanak. Mármint a kvados, meg én. Flash a feketülő égbortra tekint. Donna marabújék átnézik a helyet metán detektorral. Ha itt eltemettek valakit, ők megtalálják. Bár attól tartok, nem ma. Elered az eső. Bevezetésképpen megkopogtatja a fejünket. Az öklömnyi cseppek mind sűrűbben követik egymást, míg nem összetömbösödnek. Dobhártya tépő szörnyűbölt és válaszolgat a köröttünk súhogó villámoknak. A talaj percek alatt dagonyássá válik. Lóra pattanunk 5-3-ra, és befúrjuk magunkat a vízfalba. Átröptetünk néhány réten, erdősávon. A villámcsapásokat tüstént égzengés követi. Az elemtombolás legkellősebb közepében járunk. Mindjárt kiderül, csalámból vagyunk-e. Izomszövetig átázunk, mire elérjük Denise a járgányát. Igazán dicséretes a közbiztonság borulat szitik külsőn. A nyitott ajtóval elhagyott kocsiban bántatlanul fityeg az indítókulcs, az anyósülésre halmozott holmik érintetlenek. Viszont a bögői lélekszám megsokszorozódott. Martinék tovább nyargalnak, hátasaik patadobbanásai nyomán fűcsomók röpködnek, vízfröccsen. Kikergetjük a pőcsikhadat a verdából, becsukjuk az ajtót, ablakot. Magunk alá csúrantunk több liter esőlevet. Az üvegek átláthatatlanná párásodnak. Mi pedig boldogan üldögélünk a dunszban, egymás kezét mosolgatjuk végre kettesben, az élve viszontlátás örömétől hevülten. Életem nője a tarkócsapás következtében ferdén tartja a fejét, de én akkor is eltelhetetlenül gyönyörködnék benne, ha a hóna alatt tartaná. Felsóhajtok. Egyszer azt mondtam, melletted szeretnék megöregedni. Emlékszel? Na, ez most megtörtént. Tudván tudom, nem okos dolog időt vesztegetni. Már is indulnunk kéne, mielőtt még jobban felázik a talaj, ám én léhán megkockáztatom, hogy elsüllyedjünk később. Denizának sincs ellenére késóvár ötletem. Szerintesen idővesztegetést művelünk.